Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, amikor a bérlőd nem hajlandó kiköltözni. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyvet, enyém az Ingatlanos Álmok című klub, illetve Udemy-n is van oktatóanyagom. Én egyszer találkoztam egyébként ilyennel, hogy hát elsőszor nem akartak kiköltözni, csak másodikra. Én beleszoktam írni egyébként a szerződésbe, tehát hogy nem tagadhatja meg az én bejutásomat, nyilván ez az egyik. A másik, ha ő nem fizeti a rezsit, akkor én jogosult vagyok ezt lekötni. Lehet, hogy ezeket lehet támadni később bíróság előtt, meg mindenféle flip-flopot egyébként el lehet érni. Viszont ettől függetlenül azt mondom, hogy ha te csak annyit megcsinálsz ilyenkor, mert a végén egyébként ez lett ott, hogy nem akart kiköltözni, én lekoptam a villanyórát neki, vagy hát leköttettem, és villany nélkül egyébként elárulom, hogy konkrétan senki nem akar semmilyen ingatlanba lakni, úgyhogy ott gyakorlatilag 2 napon belül is költöztek, tehát ők nem is akartak más. Volt egy kis húzavona, hogy kössen vissza, meg odahívta a különböző barátokat, stb., de hát ugye nyilván nem jutottunk mi egymással gyűlőre, úgyhogy aztán ők mentek. De még a legfájdalommentesebb módszer egyébként az, hogyha te a villanyórádat ilyenkor, ha most egy ilyennel találkozol, lecserélteted erre a kártyásra. Találkoztam egyébként egy ilyennel egy ilyen győri belvárosi ingatlannal, hogy ilyen a bérlőknek ilyen fizetős. Tehát fel kellett tölteni azt a kártyát, és addig volt neki villany, ameddig fel volt töltve. Ha egy ilyenre lecserélteted, ilyenkor nyilván ez pénzbe kerül, de ilyenkor, ha meggondolod, hogy még mindig egy olcsóbb megoldás, mint ha ő hónapokig nem fizet és ott hagy téged, akár több százezer forinttal most már, mert belegondolsz egy fűtés szezonban, egy fűtés, egy villany, egy vízfogyasztás, tehát ez akár egy százast is elérhet egy hónap alatt egy családnál, főleg, hogyha ki akarnak veled tolni, mert neki az a fix ideája, hogy ő azt ugyan nem fizet meg, csinálni, mint akkor azt úgysem tudsz velem mit csinálni, meg úgysem tudsz rajtam pénzbe hajtani, és ilyenkor ez elmehet egy ilyen rossz irányba. Nekem még nem volt ilyen. Viszont ez adta az ötletet egyébként a videóhoz is, hogy ha egy ilyenre van egy ilyen történeted neked, és nem látod, hogy nem tudsz velük beszélni, nem akarnak kiköltözni, nyilván megverni nem lehet őket természetesen, erőszakkal sem teheted ki, ilyenkor lecserélteted a villanyórát egy kártyásra, és onnantól ő hidd el nekem, ki fog költözni, mert villany nélkül, figyelj, villanyról megy a fűtés, főleg családi házban a fűtéstől kezdve minden, tehát mindenhez kell manapság már villany, nem tudja feltölteni a telefonját, ugye. Tehát ha villany igazából mindenhez kell, tehát anélkül ő nem fog neked ott maradni, aztán utána persze később még pereskedhet, stb. De nyilván egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a bérlők kiválasztása is, amit én mondtam neked, ezeket kiválóan kell összeraknod. Van is egy ilyen oktatóanyagom, hogy a bérbeadás öröme, Udemy-n van, nézzél bele nyugodtan. Ha te ezt kiválóan rakod össze, akkor tényleg egy boldog ingatlan befektető leszel, akárcsak egyébként én tényleg ezért is csinálom ezt az ingatlan oktatást is, hogy te is el tud érni, sőt, még lehet nálam ezt sokkal jobban is csinálni. De a lényeg az, hogy ha ezt te kiválóan rakod össze, akkor ilyen problémám egyébként nekem nem szokott lenni, nem is volt. De ha ezt rosszul rakod össze, és bárkire rábízod a te 20, akár meg 30 milliós ingatlanodat, csak legyen valaki, meg valaki egyáltalán adjon egy kis pénzt, aztán majd valami lesz. Tehát nem lehet bedobni a lovak közé a gyeplőt, azt elárulom, ez nem így működik. Esetleg nézzél rá az oktatóanyagomra, szerintem hasznos lehet ilyen szempontból, jó? Úgyhogy erről is van egyébként, ezt is taglalom ebbe az ingatlan bérbeadás örömébe, hogy ezt hogy csináld elég részletesen. Itt most legyen ennyi elég, hogy ezt az egy tippet szerintem én, amikor ilyen helyzetbe kerültem, kétszer voltam, első ugye kiköltöztek az első szóra, a másodikra ők nem igazán akartak kiköltözni, de onnantól, hogy a villanyt leszettem, nekik igazából kiköltöztek, tehát ott akkor már nem voltak ilyen alternatívák. Én azt mondom, hogy ennél sokkal jobbat nem nagyon tudsz csinálni, mert elvileg ugye a bérlők jogait azt eléggé védik. Hát mondjuk Ausztriában még jobban védik a bérlők jogait, úgyhogy meg kell gondolni egy befektetésnél is, hogy te igazából honnan hová akarsz mondjuk kerülni. Jó? Vagy mit? Magyarország egyébként erre szerintem jó hely, viszont a kiválasztásra helyez egy nagyon nagy hangsúlyt, hogy ezeket a dolgokat el kell kerülni. A legjobb védekezés erre nem az, hogy te küzdesz egy bérlővel, hanem az, hogy ezt elkerüld ezt a helyzetet, ahhoz pedig a bérlő kiválasztás. Hát,
oda kell figyelni, bizony. Köszönöm, megnéztél, szia!